A Párbeszéd zöldek új társelnöke Barabás Rihárd. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Tarnai Kristóf Áber, a kérdezőtársunk, és tiéd az első kérdés. Jó reggelt. Köszönöm szépen. Egy picit akkor beszéljünk arról a közvetlen államfőválasztás ötletről, amit ugye számos ellenzéki párt preferál. Miből gondolják, hogy ott nem a Fidesz jelöltje nyerne? Azért a jelenlegi közvetlen kutatások alapján a Fidesznek megvan a többsége, hanem is jó, ismerjük a választási rendszer, de azért egy valamekkora többsége van a szavazók között, aki megválasztja őket. Köszönöm, ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés. Egyel mielőtt konkrétan válaszolok, hátrébb lépnek, hogy miért van szükség a közvetlen köztársasági elnök választásra. Azt látjuk, hogy a Fidesz által jelölt korábbi három köztársasági elnök közül hát legalább kettő egészen bizonyára kínos körülmények között megbukott, Áder János tevékenységéről pedig megoszlanak a szubjektív kritikák, vagy a szubjektív vélemények. Mi azt gondoljuk, hogy ezáltal különösen Novák Katalin botrányba fulladó lemondásával teljesen megingott a közbizalom a köztársasági elnök intézménye iránt, éppen ezért arra van szükség, hogy legitimálja a nép, tehát az emberek válasszák meg. Tulajdonképpen ha a Fideszes jelölt nyerne ilyen szempontból, az is egy legitimáció, de azért én azt gondolom, és velem együtt, a Párbeszéd zöldekkel együtt valamennyi köztársaság párti ellenzéki erő azt gondolja, hogy itt most nem a Fidesz nyerne, hogyha mi a nép, az emberek döntene. De mi alapján? Hát az alapján a közfelháborodás alapján, amit végig söpört az egész országon. Azért ne felejtsük. A Súlyog Tamásra mennyire vetne vissza, vagy az ő népszerűségét mennyire vetné vissza, hogy Novák Katalin mit csinált? Itt az előző bejelentkezőben elhangzott, nekem nagyon tetszett a biogolyóstól szerep. Azt látjuk, hogy a köztársasági elnökök, az elmúlt három köztársasági elnök, hogyha szabad ezt mondanom, tulajdonképpen pontosan ezt a szerepet töltötték be. Én nem emlékszem olyan ügyre, amikor a köztársasági elnökök érdemben ellenálltak volna a fideszes törekvéseknek, például mondjuk másfél évvel ezelőtt a propaganda törvény elfogadásakor, és Súlyog Tamás korábbi tevékenysége sem arról lett híres, ha jól tudom, hogy a Fidesszel szemben valamilyen ellenpólust képzett volna. Így azt gondolom, hogy az elmúlt napoknak az eseménye, elmúlt heteknek a felháborító eseményei, amiben azt láttuk, hogy a Fidesz maga is megingott, hiszen a teljes tagadásból 5 nap alatt eljutottak oda, hogy a miniszterelnök elhatárolódott, és a köztársasági elnöknek, valamint Varga Juditnek is hátra kellett lépnie. Ez azt mutatja, hogy ez a társadalmi felháborodás, vagy ez a társadalmi elégedetlenség szerintem megnyitná a teret egy demokratikus küzdelemben annak, hogy a köztársaságpárti erők jelöltje győzni tudjon. Súlyog Tamás lényegesen távolabb áll a Fidesztől, mint mondjuk Novák Katalin állt, és ráadásul ugye azt tudom, hogy az ellenzéki kritikák többsége az ő alkotmánybírósági véleményeire alapoz arra, hogy mondjuk milyen népszavazási kezdeményezések nem mentek át, és mentek át az alkotmánybíróságon, de azért a magyar társadalom többsége nem ezzel kell és fekszik, hogy ezeket a testületi döntéseket böngészi. Világosabban. Hát lehet érvelni amellett, hogy egy jogász ember, aki támadhatatlan, amit a Fidesz is mond. Na de hát akkor én meg hadd kérdezzek vissza, hogy miért ne lehetne, hogy az emberek közvetlenül válasszák ezt a közvetlenül. Jó, erőben hipotetikus ez az egész persze, mert hogy ez kellene a kétharmad döntése a parlamentben, hogy ez egyáltalán lehetséges legyen, hogy az emberek közvetlenül válasszanak, de ha már ezzel játszunk, akkor azért azt felvettem, hogy a jelek szerint az ellenzéki pártok legyenek, ahogy ön mondja, köztársaságiak vagy nem, még abban sem tudnak megegyezni, hogy egy jelöltet állítsanak a parlamentben most a Fidesz által jelölttel szemben. Igen. Nézze, azt kérem, hogy ne tőlem kérdezzék, hogy a többi ellenzéki párt miért úgy dönt, ahogy, arra nekem nincs befolyásom, nekem arra van befolyásom, hogy a Párbeszéd zöldek hogy dönt. Megpróbálták a többi ellenzéki pártot meggyőzni, hogy az önök jelöltjére szavazzanak? Abszolút, nagyon köszönöm a kérdését. Múlt héten az első pártelnöki napom azon a közös pártelnöki egyeztetésen zajlott, amelyet a nyilvánosságban egyébként a Párbeszéd zöldek még szóvivőjeként hívtam össze, vagy hívtunk össze Szabó Tímával, és ezen a pártelnöki találkozón én elég indulatosan vitatkoztam Gyurcsány Ferenc elnök úrral arról, hogy nem elég intézményi kivonulással politizálni. Nem elég azt mondani, hogy ez a rendszer illegitim úgy, ahogy van, hiszen ez egy nagyon régi vita. Azt gondolom, hogy nekünk valójában alternatívát kell mutatnunk. A Párbeszéd zöldek ezért is jelöltek Kaltenbach Jenőt, mert azt gondoljuk, hogy az ő szakmai munkássága és közmegbecsülése alkalmas lehet. Na de hát ő is pártpolitikus. Ugye azzal szokták vádolni a Fidesz, hogy mindenhova pártpolitikust rak, hát Kaltenbach Jenő elvonhatatlan önöktől a Párbeszédtől, meg az előtt pártjuktól, az LMP-től. Mi ugye úgy jelöltük Kaltenbach Jenőt azzal a feltétellel, hogy amennyiben lenne közvetlen köztársasági elnök választás, abban a folyamatban, amelyet a Fidesz visz, és aminek a parlamentben önnek teljesen igaza van.
Nyilván csak az lehet a vég, hogy a fideszes többség, a bátor 133-ak meg fogják szavazni a saját köztársasági elnök jelöltjüket. De a mi feladatunk ellenzékként mégiscsak az, hogy alternatívát mutassunk. Na jó, de bocsánat, és ha most lenne közvetlen államfőválasztás, mit tud ígérni egy ellenzéki köztársasági elnök jelölt? Úgyhogy azért alapvetően tudjuk, hogy inkább reprezentációs szerepe van az államfőnek. Mit tud ígérni, hogy majd minden fideszes törvényt visszaküld, majd másodjára aláír, mert ugye azt neki muszáj? Hát azt gondolom, hogy azt tudja ígérni, hogy felszólal. És hogyha kell, akkor visszaküldi. És hogyha kell, akkor normakontrollra küldi. Igen, pontosan ez lenne egy köztársasági elnök feladata, hogy a kormányzó akár túlhatalommal szemben is minden hatalmában bíró eszközzel próbáljon valamilyen ellensúlyt képezni a hatalommal szemben. Ez az, ami nem történt meg egyik, az előző három köztársasági elnök közül az egyik esetében sem. De hát a köztársasági elnöknek nem az a dolga, hogy az ellenzék nevében harcoljon a kormány oldallal, legyen az bármilyen. Tehát, hogy nem az a dolga a köztársasági elnöknek, hogy ő maga legyen a hatalommal szemben az ellensúly. De az bizony dolga, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerében egy nagyon fontos alkotmányossági, és azt gondolom, hogy a nemzet egységét, ugye mindig szoktunk erről beszélgetni, a nemzet egységét megjelenítő reprezentációs és fék szereppel működjön. Ez viszont a dolga volna. Ugornék egy picit arra, hogy megszólította Ungár Pétert az első társelnöki megmozdulásával, amikor úgy fogalmazott, hát baráti volt. Igen, amikor úgy fogalmazott az LMP társelnökének címezve, hogy amit csinálnak, az a rothadó narancsra készülő fügefa levél susogása. Erős kép, és amire konkrétan utal az, hogy hogy fordulhat meg a fejében az, hogy a környezetszennyező fideszes bűnbanda volt államtitkárát indítsa Budapesten, tehát Vitézi Dávidra utalva, és hogy a fideszes propaganda módszereivel kezdi támadni a főpolgármestert. Így van. Mire gondol itt egész pontosan? Mi az a fideszes propaganda módszer? Uh-huh. És hát miért környezetszennyezőek Vitézi Dávid elképzelései, aki egyébként mindig a tömegközlekedés fontosságát és fejlesztését hangsúlyozza? Most hát tisztázunk valamit, nem azt mondtam, hogy Vitézi Dávid a környezetszennyező, azt mondtam, hogy a fideszes kormány környezetszennyező. Hát ezért le lehet őket egymásról választani, már csak a konfliktusaik. Ebben ennek igaza van, bár Vitézi Dávid ezzel a kormánnyal vállalt közösséget néhány évvel ezelőtt, amikor államtitkárként működött, ráadásul pont abban az időben, amikor Budapestet a kormánya lehető leginkább kivéreztette. Szóval itt nem azt, én egyáltalán nem azt állítottam, hogy Vitézi Dávid személyében környezetszennyező, hanem hogy igenis része annak az establishmentnek, annak a hatalmi elitnek, amely jelenleg uralja ezt az országot. A másik, amit mindenképpen itt fontos hangsúlyozni. Jelenleg egy olyan világot élünk, ami iszonyatosan felkavaró, iszonyatosan kaotikus. A Európa keleti oldalán egy jogtalan háború dúl, erről fognak önök is a műsorban beszélni ennek a két éves évfordulója kapcsán. Európán belül szélső jobboldali erők próbálják szétszínszálni az egységet. És mindeközben pontosan lehet tudni, hogy az európai emberek, különösen a fiatalok között a klímaszorongás soha nem látott mértéket ölt. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben nekünk zöldeknek kell megmutatnunk, mi az az irány, amerre haladnunk kell. És azt is gondolom, hogy áttérve a budapesti helyzetre, hogy Budapest zöld kérdésekben nagyon sokat fejlődött. Elég, hogyha a tömegközlekedés fejlesztésére gondolunk, ha arra gondolunk, hogy mennyi zöld felület fejlődött, hogy hogyan vontuk be a lakosságot, ami azt gondolom, hogy a zöldek számára szintén nagyon fontos kérdés. És ebben az esetben, ebben a helyzetben azt állítani, hogy Közép-Európa egyetlen zöld főpolgármesterére ráindít valaki egy korábbi fideszes államtitkát, ez egy egyáltalán nem zöld pozíció. Egyébként megjegyzem, az Európai Zöld Pártban hatalmas hullámokat vett. Természetesen Ungár Péter ezt nem kell, hogy érdekelje, vagy nem ez alapján fogja a döntéseit meghozni. Én azt gondolom, bocsánat, elnézést csak befejezem egy fél pillanat. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nekünk ezeket a kérdéseket tisztázni kell, és a legegyszerűbb, hogyha nyilvánosság előtt ezeket megbeszéljük. Igazán meglep, hogy Ungár Péter úr, akit egyébként én intellektuálisan mindenképpen nagyra tartok, de hogy pont egy ilyen kérdésben nem óhajt vitatkozni, miközben mindenki mással leül bármit megbeszélni. Nem lesz vita, tehát nem válaszolt? Egyelőre még várom Péter válaszát. Hát itt válaszolt, hogy ugyan már. De hadd vessem fel, hogy mind a ketten az LMP is, meg önök a Párbeszéd is a túlélésért küzdenek különböző módszerekkel. Mind a két párt a mérések alapján elég nagy bajban van. És külön-külön zöldek, együtt ez nem megy a jelek szerint. Önöknek ugye Karácsony Gergely a fügefa levél, ha úgy tetszik. És valószínűleg az LMP számára Vitézi Dávid lehetne a fővárosi fügefa levél, aki beviszi a közgyűlésbe az LMP-t a rá leadott szavazatokkal, hogy ő a listavezetőjük. Ez két különböző metódus, nem feltétlenül kormánypárt ellenzék, egész egyszerűen a túlélés reménye, nem?
Az nyilván egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi lenne, hogyha ez a két zöld párt együtt tudna működni. Egyébként szerintem nagyszerű volna, hogyha lenne egy egységes zöld képviselet itt Magyarországon. Egy éve még tárgyaltak róla, nem? De én most lettem pártelnök, úgyhogy a korábbi tárgyalásokról nem tudok nyilatkozni, de azt mindenképpen megerősíteni, hogy voltak ilyen gondolatok, hogy legyen egy. Csak azért érdekes, mert erre ugye Ungár Péter azt szokta mondani, hogy két opció van, vagy ők Fidesz ügynökök, vagy egyesüljenek. Tehát, hogy ez... Nem, én egyáltalán nem ezt mondtam, és nem is húztam ki ennyire két extrémre. Én csak azt mondtam, hogy az nyilván nagyon szerencsés volna, hogyha pláne egy ilyen válságos helyzetben a zöldek azok nem osztanák meg, vagy a magukat zöldeknek mondó politikusok nem osztanák meg a zöld szavazatokat. Ez teljesen logikus és racionális. Azt is gondolom, hogy ugyanakkor Vitézy Dávid nem feltétlenül szerencsés választás Budapestnek. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy korábbi tevékenysége során mondjuk a elektronikus jegyrendszer bevezetése körüli kudarcos kísérletei több mint 10 milliárd forintos veszteséget okoztak a fővárosnak. Szóval azért egyáltalán nem értek egyet azzal az állásponttal, hogy Vitézy Dávid önmagában jó jelölt volna Budapestnek. A hatalomtechnikai kérdését értem, na de akkor ez nem arról szól, hogy Budapestnek legyen zöld képviselete, hanem arról szól, hogy a fővárosi közgyűlésben az LMP próbál a mérlegnyelve lenni Vitézy Dávid, tehát egy korábbi fideszes ex-államtitkár segítségével. Én szerintem nem ez a helyes, és az én tapasztalatom az, hogy a budapestiek nem ezt szeretnék, tehát majd nyilván ezt meglátjuk. Most azt mondta, hogy az előző tárgyalási fordulókra nem látott rá, most frissen megválasztott társelnök, milyen mércét rakott le maga elé, mondjuk a közönkutatások fényében, miben méri a sikerét, mondjuk akár az önkormányzati parlamenti választáson, kitűzötte valamit akár a pártársai számára, hogy ha ezt nem érjük el, akkor lemondok, vállalom a felelősséget. Igen, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Az én mandátum, ez fontos tisztázni, most június végéig szól, az eredeti elnökségi ciklus végéig. Ugye 4 hónap alatt csodát tenni semmiképpen nem lehet, azt lehet tenni, hogy ebben a nagyon turbulens időszakban is biztos kézzel megy keresztül a közösségünk, a budapestiek és az ország zöld érdekeinek megfelelően. De akkor ezt konkretizálom. Első számú stratégiai célunk az, hogy a köztársasági erők támogatásával Karácsony Gergely ismét főpolgármester lehessen, és főpolgármesterként folytathassa azt a munkát, amivel jövőt fog tudni adni Budapestnek. És most ez a szövetség hogy áll egyébként? Én ebben viszont már részt veszek, azt gondolom, az ellenzéki pártok, a köztársaságpárti erők kifejezetten előre haladott állapotban vannak. Úgy gondolom, az hogy két héttel ezelőtt azt jelenti, hogy nagyon sok kérdésben meg tudtak már állapodni, a vitás kérdésekben pedig előválasztáson fogják rendezni a felek egy demokratikus küzdelemben. Mikor lesz ez az előválasztás? Az AHANG például ugye azt mondta, hogy már túl késő. Én azt gondolom, hogy sose késő. Mostani a legutolsó információm az, hogy valamikor március végé és április elején lesz. Zuglóban is lesz előválasztás például? Azt nem tudom, 22. kerületben egészen biztosan lesz, de nyilván, hogyha lesz egy helyen előválasztás, akkor az a logikus, hogy ez több helyen is meg lehet. Főpolgármester jelölt előválasztás is lesz? Én nem tudom, hogy bárki szeretne a köztársaságpárti jelöltek közül még főpolgármestert állítani. Nem tudom, hogy Brenner Kolomant annak tartják-e, de ugye ő például mondta, hogy ő például szeretne valami fajta előválasztáson részt venni, akár Karácsony Gergellyel. Nézze, én azt látom, hogy nagyon fontos, hogy a jobbik konzervatívok meg tudjon mutatni egy olyan konzervatív politikát, amelyik alternatívája lehet a Fidesznek a jobb oldalon, de én azt gondolom, hogy ez egy értékalapú szövetség, ami egy nyitott, progresszív és köztársaság, akkor a jobbiknak nem biztos, hogy ebben helye van, de ez nyilván egy vita. Sikerét a legvalószínűbb forgatókönyvhöz kötöttem, mert ugye Karácsony Gergely valószínűleg nyerni fog, mik a következők. Mert ugye a közgyűlési többsége az már nagyon labilis, sőt inkább nem lesz meg most. Nyilván mindent meg kell tennünk a közgyűlési önkormányzati, és mi van az uniós választás sikerével, arról azzal kapcsolatban mit ígért? Jó, köszönöm szépen. A következőt ígértem. Ugye két lehetőség van. Az egyik lehetőség, amire most mi készülünk, hogy a Párbeszéd zöldek életében először el fog tudni indulni önállóan egy országos szintű választáson. Erre készülünk, elindulni, erre mozgósítunk. Elindulni, eddig is el tudott volna. Bocsánat, de eddig nem volt erre lehetőség. Miért ne lett volna? Nem tették meg. Eddig nem történt meg. Amikor azt mondtam, hogy nem lehet, az nyilván nem egy logikai, hanem inkább egy politikai konstrukciós helyzetre értettem. Azt gondolom, hogy ez elképzelhető. Én azt gondolom, hogy most, ha elindul a Párbeszéd zöldek önállóan az Európai Uniós választáson, az önmagában egy fantasztikus eredmény. Nyilván én azt gondolom, hogy Jávor Benedek, az európai parlamenti listavezetőnk fantasztikus munkát végzett korábban is az Európai Unióban, és most is nagyszerű képviselője tud majd lenni a zöldeknek, de én is látom a közvéleménykutatási számokat, tehát azt semmiképpen nem ígérem meg, hogy a Párbeszéd zöldek az EP-n 8%-ot fog elérni, azt, hogy jól fog szerepelni, és azt, hogy szervezetileg most képes lesz a protopárti állapotból egy párt, valóban funkcionáló párt állapotára felnőni, ezt azt gondolom, hogy lehet vállalni. Hú, ez egy újabb történetet nyitna ki, tehát ezben most sajnos nem tudunk belemenni, de ez a protopárt, valódi párt, ezzel most voltak éppen azt igazolta, amivel állandóan vádolták a Párbeszédet, hogy igazából nem is párt. Nem, én azt
értem a kérdését, és köszönöm szépen. Hogy érti. De az a baj, az időnk, az, ami roham. Hát akkor folytassuk ezzel, mert szerintem ez egy nagyon érdekes. Jó, folytatjuk legközelebb ezzel. Barabás Rihárd, a Párbeszéd zöldek újdonsült társelnöke. Köszönöm. Köszönjük, hogy itt köszönjük, volt. Köszönjük, és a kérdéseket is.